30. születésnapját ünnepelte a Rákóczi Szövetség. Budapesten a Szent Margit gimnáziumban megrendezett jubileumi ülést megtisztelte jelenlétével Kövér László az országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter, a határon túli magyar pártok és a szövetség vezetői. A Megyei Jogú Városok Szövetségét Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere, a szervezet társelnöke képviselte. 1989-ben nem csak politikai rendszerváltoztatás előtt állt a magyarság, nem csak demokráciát akartunk a diktatúra helyett, nem csak gazdasági rendszerváltoztatás előtt álltunk, hogy a hiány termelő tervgazdaság helyett jólétet biztosító piacgazdaságot teremtsünk magunknak, hanem a nemzet önmagáról való gondolkodásában, ha úgy tetszik, a nemzetpolitika szellemi és lelki alapjaiban is rendszert kellett váltanunk. A nemzeti elidegenítés és elidegenülés 20. századi korszakát le kellett zárni, a nemzeti tudatosodás és összetartozás 21. századi korát pedig meg kellett nyitni. Ebben a korszakalkotó nyitásban vállalt pótolhatatlan szerepet az 1989. májusában létrejött Rákóczi Szövetség. Az elmúlt 30 esztendőben ebben a rendszerváltoztatásban nyújtott nélkülözhetetlen teljesítményt, amiért a magyar állam és minden nemzetét szerető polgártársunk nevében köszönetet mondok az alapítóinak, vezetőinek és cselekvő tagjainak. Azt, hogy a társadalmi szervezetként működő Rákóczi Szövetség által vállalt szerep miért bizonyult pótolhatatlannak, hogy az általa nyújtott évtizedes teljesítmény miért minősül kiemelkedőnek, csak akkor érthetjük meg igazán, ha ismerjük annak a rendszernek a lényegét, gyökereit, működési módját, céljait és hatásait, amelyekkel 30 esztendővel ezelőtt a Rákóczi Szövetség tagjai szembeszálltak. A magyarság önmagától való elidegenítését célzó kísérleteknek hosszú múltja van, tisztelt hölgyeim és uraim, hiszen azon történelmi létküzdelmeknek, amelyeket egy évezrede szülőföldjén folytat nemzetünk, nem csak a fizikai erőn alapuló katonai, hanem a szellemi erőre alapozott összecsapások is a részét képezik. A sötétnek mondott középkorban Európában még az volt a szokás, hogy aki katonailag alul maradt a csatatéren, annak csak fizikai erő által igyekeztek megtörni az akaratát azért, hogy hatalmilag alávessék, ám szellemi hadviselést nem folytattak ellene. Nem a kultúrájából vagy vallásából akarták kiforgatni, hanem csak a vagyonából, azaz egyéni és közösségi erőforrásaitól akarták megfosztani, az azok fölötti rendelkezési jogát akarták elvonni. Mohács után így jártunk mi, magyarok is, az Oszmán Birodalommal. A fizikai túlerő alatt megroppant, az érdekeinket védeni hivatott államunk, országunk az idegen hatalmak között három része szakadt, de a janicsároknak elhurcolt fiataljainkon kívül a hódító hatalom nem akarta erőnek erejével átnevelni népünket, a nyelvünk, kultúránk és vallásunk sanyargatásával nem akarta felszámolni önazonosságunkat, elég volt neki, ha elődeink megfizették a hadisarcot és az adókat. A modernnek mondott korban azonban Európában a hadviselés szabályai megváltoztak. Kialakult az a gyakorlat, hogy a fizikailag, katonailag legyőzött veszteseket szellemi eszközökkel is alávessék, egy olyan tudatállapot kialakítása és fenntartása érdekében, amelyben a vesztes természetesnek, szükségszerűnek és megváltoztathatatlannak gondolja az alávetettséget. Az ilyen tudatállapothoz vezető lélektani és szellemi eszközöket a győztesek leginkább a legyőzöttek oktatásában és kultúrájában vetették be, céljuk pedig az volt, hogy felszámolják a legyőzöttek szellemi önvédelmi képességeit azzal, hogy átírják múltjukat, elhazudják gyökereiket, szétzilálják önazonosságukat, kisítőséget, áldozati bűntudatot és egymás iránti részvétlenséget gerjesztenek bennük. Röviden az volt a cél, hogy a biztosabb uralhatóság érdekében a fizikailag legyőzött, alávetett nemzeti közösséget elidegenítsék önmagától, és meghasonlott állapotba sodorják. Mi magyarok talán a 19. században szembesültünk először a szándékos és módszeres nemzeti elidegenítéssel, mint ellenünk alkalmazott hadviselési móddal, amikor a vérbe folytott szabadságharcunk után ránk tört a Habsburg Birodalom rossz emlékű vak korszaka. A kiegyezés után ez a politika meghátrált, sokaknak úgy tűnt, hogy talán végleg, de több mint 100 év távlatából pontosan tudjuk, hogy a 20. század elején
a nemzeti elidegenítés magyarországi erői új úterővel léptek a szellemi és politikai küzdőterekre. A magyar eszme és politika történetben pontosan nyomon követhetők azok a folyamatok, áramlatok és szerveződések, amelyek révén a nemzeti elidegenítés politikája már a 20. század elején először a magyarság szellemi ellenállását rendítette meg, majd ezáltal meggyengítette a politikai önvédelmét, és végül a legsorsfordítóbb időkben, 1918-19-ben ellehetetlenítette magát a honvédelmet is. Az eredményt ismerjük, következményeit ma is viseljük. A 20. században 1956 után tört rá a magyarságra másodszor a nemzeti elidegenítés körmönfont politikája. Miután a forradalmat és szabadságharcot idegen túlerővel vérbefolytó nemzetárulásban és gyilkolásban fogant politikai hatalom megszilárdult, több mint három évtizedre ismét kezdetét vette a magyarságot önmagától elidegenítő politika, melynek kiemelt célpontja a fiatalság volt. A hatalom rettegett attól, hogy a nemzeti öntudat és a Kárpát-medencei összetartozás érzése erőt adhat a magyar fiatalságnak, rettegett attól, hogy a fiatalok megpróbálnak nemzeti alapon megszerveződni, és ennek megakadályozása érdekében az oktatásban, kultúrában és a médiában bevetette a tudatipar minden fegyverét. Ez volt az az időszak, tisztelt hölgyeim és uraim, amikor, miként a felvidéki gimes együttes énekli, a magyarság szívvel menekült. Minden bizonnyal nem a történelmi véletlennek tudható be, hogy 1988. június 27-én az 1956 utáni legnagyobb magyarországi népi megmozdulásra a Hősök terén azért került sor, hogy az addig a szívekben bújdosó anyaországi magyarok közel 100 000-es serege kinyilvánítsa nemzeti szolidaritását és összetartozását a falurombolási programmal fenyegetett erdélyi magyarsággal. Akkor és ott az addig bedeszkázott égboltú magyar nemzetpolitikában felderengett a hajnal fénye. Minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy saját kultúrájában és a saját nemzeti önazonosságában élje le az életét, a maga vagy az ősei által épített otthonában. Hangzott el 1988-ban a Hősök terén. Akkor a hallgatóság az erdélyi magyarságra gondolt, napjainkban azonban mindannyian, minden európai keresztény emberre is gondolhatunk. A 3 nap múlva esedékes európai parlamenti választások kapcsán minden jó szándékú választópolgárt bátran emlékeztessünk erre az 1988-as magyar üzenetre. Tisztelt hölgyeim és uraim! 1989. májusában a Rákóczi Szövetség 5 tiszteletre méltó alapító személyisége pontosan megérezte, hogy a történelmi hajnalhasadással elérkezett a közösségi cselekvés ideje is. Ezért a nagyságos fejedelem nevét és eszmélyiségét őrangyalként megidézve létrehozták a szövetséget, hogy a Kárpát-medencei magyar fiatalság többé ne válhasson szellemi hontalanná a saját szülőföldjén, és mindig tudjon meríteni a 20. századi határokat átívelő sorsközösség erejéből. A szövetség alapító atyái között ma is itt van velünk a történész Kun Ferenc úr, a levéltáros Szente Miklós úr és a néprajzkutató Balázs György úr, akiknek mindannyiunk nevében csak annyit szeretnék mondani, hálásan köszönjük. Hasonlóképpen köszönjük korabeli szerepvállalását a közgazdász Simén András úrnak, akinek betegségéből való mielőbbi felépülést és jó egészséget kívánunk, és megőrizzük emlékét annak az alapítónak, a matematikus Göndöcs László professzor úrnak is, aki már túlvilágról vigyázza a szövetség útját. Tisztelt honfitársaim! Az elmúlt 30 esztendőben a Rákóczi Szövetség a maga társadalmi eszközeivel és minden erejével részt vett abban a küzdelemben, amelyben a hazájukat és nemzetüket szerető magyarok a rendszerváltoztatást követő 20 év küzdelmei után 2010-ben országunkban demokratikus módon lezárták a posztkommunizmus korszakát, és ezzel együtt a nemzeti elidegenítés nem ritkán, gondoljunk csak 2004. december 5-ére, állami szintre emelt politikájának is véget vetettek. A népi bölcsesség szerint a sötét erdőből való kilábalásra mindig legalább annyi idő kell, mint amennyi idő alatt bejutottunk oda. A magyar virtus dicséri, hogy nekünk ez gyorsabban sikerült, de nem volt könnyű.
A nemzeti elidegenedés erdejének sűrűjéből, amelynek az 1956 utáni több mint három évtized során a mélyére vittek bennünket, 1990 után, 20 küzdelmes esztendő alatt, néha utat tévesztve, vissza-vissza fordulva vagy körben járva, de 2010-re végre kijutottunk. Ezen kiszabadulásunkat 2011-ben képletesen kőbe is véstük, mégpedig Magyarország új alaptörvényébe, amely a 21. században az államunk újjáépítésének és nemzetünk megerősítésének értékrendi, közjogi és politikai keretét képezi. Elmúlt 30 évünk tehát nemzeti szabadságharc volt a javából, amelyben a Rákóczi Szövetség a dolgos hétköznapokon és a lélekerősítő ünnepeken, nehéz időkben és jó időkben rendületlenül teljesítette vállalt szolgálatát, soha nem hagyta lehanyatlani a nagyságos fejedelem lobogóját, amelyen ez áll, az igaz ügyet nem hagyja el az Isten. A keresztény civilizációhoz, a nemzeti elkötelezettséghez és az autonómiához való ragaszkodást említette a 30. évfordulóját ünneplő szövetség jellemzőjeként Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. Rákóczi a nagyságos fejedelemnek a jelmondata az volt, ami a Rákóczi Szövetség is, hogy cum deo pro patria et libertate. Mind a három szó döntő, és a végső értékrendet fejezi ki. Cum deo, az Istennel. Az iránt a keresztény civilizáció iránti elkötelezettséget fejezi ki, amiben hiszünk, és ami egyébként az európaiságot jelenti. Azt az egyházakhoz kötődést, a Szent Istváni hagyományokhoz kötődést, a hithez való kötődést, ami a magyarság megtartó ereje volt Szent István óta, és megtartó erő ma is. Cum deo. Másik pro patria, a hazáért. Hiszen a magyar nemzet megmaradásért csinálunk mindent, és mi más feladata lehetne a magyar államnak, és voltaképpen minden magyar szervezetnek, hanem az, hogy a magyar nemzet fönnmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon. Ezt a haza iránti elkötelezettséget fejezi ki a Rákóczi Szövetség. És a libertate pedig kifejezi azt a szabadságot, hogy minden magyar közösségnek joga van arra, hogy saját maga határozza meg az életét, és az önrendelkezés és az önkormányzáshoz való joga, az vele született joga minden embernek és minden közösségnek, és ne felejtsük el, hogy a közösségi jogok, például az autonómia, az emberi jog a közösség szintjén. És amikor itt a libertátéről szó van, akkor az pont azt fejezi ki, hogy a magyar közösségeket megilleti ugyanaz a szabadság, mint ami az Európai Unióban a többi nemzetet megilleti. Ha elfogadnánk azt, hogy léteznek olyan jogok, amik mondjuk a tiroliaknak járnak, de mondjuk a kárpát-medencei magyarságnak nem járnak, például az autonómia, akkor azt fogadnánk el, hogy másodrangú európai polgárok vagyunk, azt fogadnánk el, hogy alábbvalóbbak vagyunk a többi európai népnél és nemzetiségnél. A magyarság nem alábbvalóbb senkinél. Következésképpen nem fogadhatjuk el, hogy léteznek olyan jogok, amik Európában másnak járnak, pedig nekünk pedig nem járnak. A Rákóczi Szövetség mindig életben tartotta ezt a követelést, hogy ami másnak jár, az nekünk is jár. És amit másnak szabad, az nekünk is szabad. És a szabadság pontosan azt jelenti, hogy a magyarságnak és a magyar közösségeknek joga van a saját önkormányzatához, a saját életének a meghatározásához. Ezért a Rákóczi Szövetséget, a keresztény civilizáció, a nemzeti elkötelezettség és az autonómiához, az önkormányzathoz való ragaszkodás jellemzi, ami pontosan kifejezhető a cum deo pro patria et libertate jelmondattal. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, a Rákóczi Szövetséget a leghasznosabb civil szervezetnek nevezte, és külön köszönetet mondott a 29,5 évig az elnöki tisztséget betöltő Ház Józsefnek, aki irány szabott a szervezetnek, és aki emberöltönyi fiatalt vont be a közösségépítő munkába, akik közül sokan ott tanulták meg azt, hogyan tudnak hasznosan segíteni. Az a nemzet lesz nagyjá, boldoggá, szabaddá, szabad intézmények keretein belül, amelyik nemzet sorsát azok intézik, akiknek nincs szükségük a politikára, de akikre a politikának szüksége van. Gróf Tisza István ezen gondolata maga idején 1910. március 13-án hangzott el egy aradi beszédben, elsősorban ekkor ez a hivatalos politikával foglalkozó értelmiségre vonatkozott. A 20. század után
különösen annak a totalitárius diktatúrákban eltöltött második felét követően elmondhatjuk, hogy ez igaz minden honfitársunkra, akik a legkülönböző módon tudnak tenni a nemzeti közösség megmaradása érdekében. A Rákóczi Szövetség közössége azok közé tartozik, akik a nemzet sorsát intézik, és munkájukkal nagyobbá, boldogabbá, szabadabbá teszik a magyarságot. A Rákóczi Szövetség a leghasznosabb magyar civil szervezet. Bebizonyították az elmúlt 3 évtizedben, hogy nem csupán állami segítséggel tudnak boldogulni. Láttunk erre példát, amikor nem polgári kormánya volt az országnak, ellenszélben is bátran haladtak előre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma 3 évtizedet ünneplünk. Rákóczi zászlaja alatt végig küzdött és végig dolgozott 3 évtizedet. A rendszerváltoztatás nemzedéke még azoktól kaphatta meg az első indítatásokat, akik látták a szabad magyar világot, és volt bennük annyi erő és tartás, hogy a létező szocializmus elnyomása idején is megőrizzék mindazt, amit láttak és tapasztaltak, és mindezt tovább is tudták adni. A Rákóczi Szövetség éppen ezért ettől az indítatástól vezérelve szervezett közösséget a nemzet szolgálatára. Nagyon sokan vannak ma itt velünk, akik nélkül ez nem sikerülhetett volna. Lelkes önkéntesek, akik számára nem volt lehetetlen, támogatók, jókedvű és bőkező adakozók, jó akaratú emberek. És vannak már, akik fentről hallgatják a mai ünnepséget, egy pillanatra érdemes rájuk is gondolni. Köszönet mindenekelőtt Hazul elnök úrnak, aki az elmúlt 3 évtizedben irányt szabott ennek a szervezetnek. Aki világossá tette, hogy akkor is, amikor az állami gyakorlat nem felelt meg ennek, igaz az állítás, igaz Szabó Dezső igazsága, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Külön köszönet azért, hogy ez alatt a 3 évtized alatt a Rákóczi Szövetség egy emberöltőnyi fiatalt vont be ebbe a munkába. Sokan ebben a közösségben tanulhatták meg, hogy hogyan kell hasznosan segíteni. Itt szereztek életre szóló tapasztalatokat arról, hogy a jó szándék a célba éréshez, ahhoz, hogy valakinek valóban legyen tartása elengedhetetlen. A változás, amit a Rákóczi Szövetség hozott a magyar világba, mindig nagyon egyszerű és praktikus volt. Hozzájárultak mások életéhez, gazdagították mások tudását. Bizonyos, hogy lehetne statisztikát készíteni az összegyűjtött és továbbadott támogatásokról, a kiosztott javakról, a megszervezett programokról, a véghez vitt tanfolyamokról és táborokról. Impozáns leírva annak a sok tízezer embernek a száma is, akik valamilyen módon az elmúlt 3 évtizedben kapcsolódtak a szervezet munkájához. A legfontosabb statisztikát azonban nem tudjuk számszerűsíteni. Nem tudjuk a maga mélységében, hány embernek alakult át az élete ezektől a találkozásoktól, hány és hány embert sikerült megtartani a nemzet közösségén belül, hány és hány embernek szolgáltak életre szóló élményekkel és útravalóval azok a programok, amelyeket a Rákóczi Szövetség szervezett, hány és hány ember kezébe adtak megfelelő szellemi eszközöket ahhoz, hogy szolgálhassák nemzeti közösségünket. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, mint kisebbségi sorban élő kifejezte, hogy a közösség építésének folyamata befejezhetetlen és véglegesen soha le nem zárható mindennapi feladat. A szövetség alapítói pedig elébe mentek a jövendőnek azzal, ahogy cselekedtek 1989-ben. Köszönteni és megköszönni jöttem. Először is köszöntöm a meghívást, és köszöntöm a 30 éves Rákóczi Szövetséget a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében, amely fél évvel fiatalabb, mint a Rákóczi Szövetség. Nagy idő az a fél év egyébként. Különösen akkor nagy idő az, hogyha az 1989-es esztendőt nézzük a megalakulásnak, a születésnek az évét. Tavasszal még csak a remény pislákolt a régióban, hogy talán egyszer vége lesz a zsarnokságnak. Romániában talán még a remény sem pislákolt. Fél év alatt aztán több minden történt, mindaz azt megelőző 2 évtizedben összesen, és év végére bekövetkezett a korábban elképzelhetetlen. A diktatúra falai nem csak Berlinben omlottak le, hanem egész Közép-Kelet-Európában, és aztán utolsóként nálunk Erdélyben is. Vannak emberek, hölgyeim és uraim, akik nem várják meg, amíg bekopogtat a jövendő, hanem kinyitják az ajtót, és elébe mennek, beengedik. Helyet csinálnak neki. Harcz József elnök úr ilyen ember. Nem várta meg, amíg, ahogy mondani szokás, tisztázódnak a viszonyok,
rendeződik a helyzet. Nem várt kedvező politikai széljárásra, hanem cselekedett társaival, barátaival együtt. Mindannyian tudjuk, akik kisebbségi sorban élünk, hogy a közösség építésének folyamata befejezhetetlen és véglegesen soha le nem zárható. Mindennapi feladat. De Halsz József azt is tudta, hogy ezzel a munkával nem szabad várni. Csinálni kell, tenni kell, amint lehetőség mutatkozik rá, vagy még annál is korábban. Hölgyeim és uraim, a Kárpát-medencében élünk, és ugye ez mindig vita tárgya, hogy 12,5-13 milliónyian. Mi magyarok. Sokak számára ez egyszerű ténymegállapítás, ha úgy tetszik, a földrajzi helyzet leírása és a közösség számosságának egyszerű kifejezése. Vannak azonban néhányan, nem is kevesen, és Halsz József is ilyen, akinek a Kárpát-medence nem csupán egy földrajzi fogalom, hanem a cselekvés tere, az identitás tere, a magyar identitás gyökerének a tere, az alkotás tágas helyszíne. A magyarság pedig nem csak egy olyan rubrika a népességnyilvántartás száraz kategóriái között, amelyet időnként meg kell jelölni, hanem egy feladat. Mindennapi feladat, a holnapi napnak a feladata, a következő éveknek, évtizedeknek a feladata. Akik pontosan tudják, hogy a ma 12-13 millió két évtizede, három évtizede, még inkább talán 13-14 millió volt, és ha így mennek tovább a dolgok, akkor tovább csökkenhet ez. De azt is tudjuk, hogy ha lenne sok Halsz Józsefünk a Kárpát-medence különböző szegletében, talán nem ez lenne a helyzet. De azt is tudjuk, hogyha nem lett volna ő, és nem lettek volna a társai, ha nem lett volna az ő kitartó munkájuk, akkor bizonyosan ma még így sem állnánk. Köszönöm, tehát köszönjük, Józsi bácsi, hogy itt vagy közöttünk, hogy itt vagy nekünk. Tisztelt ünneplők, remélik elnézem nekem, hogy ilyen hosszan próbáltam méltatni Halsz József tevékenységét, de még egy szót sem szóltam, vagy csak alig-alig érintettem azt a nagyszerű munkát, amit a Rákóczi Szövetség végzett és végez. Ennek egyszerűen egy oka van. A Rákóczi Szövetség három évtizedéből 29,5 évet Józsi bácsi elnöksége fémjelezte. Ő hozta létre a szervezetet, ő vezette egészen tavaly decemberig. A történet pedig egyszerre pazar és példaszerű. A Rákóczi Szövetség tagsága a külhoni magyar tagokkal együtt mára meghaladja a 25 ezret. A Kárpát-medencében 515 helyi szervezetük van, köztük 288 középiskolai, 37 egyetemi és 190 települési. Csak tavaly több mint 1200-an csatlakoztak a szövetséghez, átlag életkoruk alig érte el a 22 évet, és ez a nagyszerű benne. Nem föltétlenül az 1200-as szám, hanem az, hogy a csatlakozók átlag életkora 22 év. Menyhárt József az MKP elnöke, köszöntőjében a saját, a családja, a felvidéki magyarok nevében fogalmazta meg a hála szavait, és megosztotta a közönséggel azt az üzenetértékű gesztust, hogy kislánya a magyar iskola megkezdése előtt átvehette az iskolatáskáját a Rákóczi Szövetségtől. Az előttem szólók, ugyanúgy, ahogy én is, a hála, a köszönet mondatait hozták. Engedjék meg, hogy a kicsiből indulva, először én is a hálaszavait egyéni szinten, majd családi szinten folytassam. 1993-at írtak, sokkal több hajam és illúzium volt még akkortájt, amikor egy tanulmányi versenyt, amelyet sikerrel vettünk, egy olyan nem akármilyen körülmények között tudtunk megünnepelni, Sárospatakra kerülvén, amelyet egy nyári tábor keretén belül a Rákóczi Szövetség, az akkor már működő Rákóczi Szövetség szervezett. Nekem határon túli gimnazistaként hatalmas élmény volt, határon túli magyarként, felvidékiként, hogy ebben a táborban megismerkedhettem anyaországbeli, künholbeli, de mindenképpen magyar emberekkel. Ez az egyén élményem, és most a hálaszavait családi hálaként folytatnám, 25 évvel később, és ezt nem csak a magam nevében, hanem a jelenlévő feleségem nevében is mondhatom, hihetetlen élmény volt az, amikor kisebbik lányunk pár héttel ezelőtt megkapta azt az iskolatáskát,
amelyet a Rákóczi Szövetség jóvoltából juttattak el a határon túli magyarokhoz. Na nem azért, mert nem tudtuk volna megvásárolni, hanem azért, mert ennek a táskának üzenetértéke van. Az, hogy magyar tannyelvű iskolában, magyar hagyományokkal a mi értékrendünkkel folytathatjuk, és ezért családilag fogalmaztam meg hálámat. És a hálaszavait hozom a felvidéki hálaként, és itt nem csak a magam nevében szólok, hisz itt ül a közönség soraiban a Csemadok elnöke, itt ül a közönség soraiban a Pedagógus Szövetség elnökasszonya a felvidékről, itt a Vianova elnöke, és itt van több civil szervezetünk képviselője, és a felvidék hálajaként azt is mondhatom, hogy ebben a munkában számos felvidéki fiatal viszi tovább ezt a közösségi munkát. És a harmadik hála talán az, amiről az előttem szólók is már megmondták azt, amit fontosnak gondolnak, ez pedig a nemzetközösség hálája. Annak a közösségnek a hálája a Rákóczi Szövetség felé, örökös elnöke és cselekvő elnöke felé, hogy túlmutattak a felvidékiségen, és nem csupán a határon túli magyarság felé közvetítik a jót, hanem az anyaországban itt is kovászként működnek. Én úgy gondolom, a Rákóczi Szövetség abban a himnuszban, amelyet a felvidéken az utóbbi időben tiltottak, de bátran énekeljük, a Rákóczi Szövetség is annak minden egyes legkisebb embere egészen a vezetőig, igazából a himnuszunkból a jókedv és a bőség. A jókedv, amit láttunk, hogy milyen jókedvel végzik a munkájukat. És a bőség az, az a szeretet, az a magyarság, amelyet árasztanak közöttünk. És ezért hálásnak kell lenni. Megállni egy pillanatra, és arra gondolni, hogy csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Isten éltesse a 30 éves, bátor Rákóczi Szövetséget. A Rákóczi Szövetség az 1989-es rendszerváltás időszakán alakult. Fontosnak tartották kifejezni és a nyilvánosság elé tárni a korábban tabunak számító határon túlra szakadt magyarság ügyét. Mára, 30 év szorgos hétköznapjai után, mintegy 27 ezer taggal, közel 200 kárpát-medencei település és több mint 300 középiskolai szervezettel rendelkezik a szövetség. Sok ember szívós munkájának, szolgálatának, önzetlenségének, az ügy iránti alázatának köszönhető a Rákóczi Szövetség léte és jelene. A gondviselés kegyelmének tekinthető, hogy nem sodorták el az események, vagy az emberi kapcsolatok szerteágazósága, és ami a legfontosabb, hogy folyamatosan az építkezés és a célok minél hatékonyabb szolgálata jellemezte. Amikor a mai Rákóczi Szövetségre tekintünk, az első szó a köszöneté. Köszönet azok felé, akik a közösség munkája mögé önzetlenséget, politikai akaratot, támogatást, lehetőségeket biztosítottak, hogy létrejöhessen a kárpát-medencei magyarság újbóli egymásra találása. Köszönet és hála érte. A megsokszorozott lehetőségek reális esélyt jelentenek érdemi változásokra. A sok ezer alkalom csak lehetőség. A cél embertől emberig, magyartól magyarig hatni. Újjáépíteni, újjászőni a magyarság kapcsolatait. A Rákóczi Szövetség a magyar nemzetpolitika építőköve, és szeretne a jövőben is az lenni. Ehhez nem kell irányt módosítani. A Harc József elnök úr vezette 3 évtized, kijelölte és kitaposta az utat, amit követni kell. A jövő kihívását az eszközök munkához való hozzárendelése jelenti, hogy az internet, a modern kommunikációs eszközök, az új struktúrák, programok minél hatékonyabban szolgálják az ügyet. A jövő döntő kérdése az elvszerűség, a hűség, a mindennapos apró munka megbecsülése és a kitartás. Hála Istennek Harc József példája erre igyekezett nevelni a Rákóczi Szövetséget. Karácsony Sándor szavai szerint a jó iskola az, ahol minden elért eredményt és kudarcot tanár és diák közös erőfeszítése hoz létre. Így van ez a Rákóczi Szövetség munkatársi gárdájával is, akik nélkül ez a munka
nem csak nem végezhető el, de el sem képzelhető. A szövetség mai megsokszorozott lehetőségei mögött személyek állnak. Elsősorban a mai magyar nemzetpolitikáért felelős személyek. És azok a gazdasági világban meghatározó pozíciót betöltő vezetők, akik nem nemzetpolitikusok, de ugyanolyan elkötelezettséggel támogatják a nemes ügyet. A mai nap nem csak az emlékezésnek és a köszönetnek a sokirányú kifejezése, hanem mérföldkő is. Minden ünnepnek csak akkor van értelme a megállásra, ha tovább gondolásra és tettekre indít. Nem csak a jelen, hanem a holnap Magyarországának is része szeretnénk lenni alázatos nemzetszolgálatban, hazánk és nemzetünk építésében. A szövetség a jubileumi esten köszönetet mondott a kormányzati, az önkormányzati, a vállalati és a magánszemélyek által nyújtott támogatásért, valamint a tagok a jelenlegi és a korábbi tisztségviselők munkájáért. Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere a Megye Jogú Városok Szövetségének társelnökeként vehette át az elismerést. Nagyon megtisztelő volt, hogy ilyen szép kerek születésnapon, ami a Rákóczi Szövetség 30. születésnapját jelenti, Megyei Jogú Városok Szövetsége nevében, a Megyei Jogú Városok nevében átvehettem ezt a kitüntető címet és ajándékot. Ez azt gondolom, hogy visszaigazolása annak, hogy a Rákóczi Szövetség az önkormányzatokkal közösen ebben a 3 évtizedben rengeteg programot, rendezvényt, különböző olyan akciót tudott megvalósítani, ami fontos határon innen és határon túl, ráadásul különösen a fiatalokat köti össze egymással, köti össze az egyes településeken, még egyszer határon innen és határon túl. Mi itt Székesfehérváron is pontosan érezzük, tudjuk ezt. Egyrészt mégiscsak a nemzet történelmi fővárosa bölcsője, különös felelősséggel bírunk a határon túli magyar testvéreinkért is. És ha csak a tavalyi esztendőre gondolunk, amikor a királyi napok alatt a koronázási szertartás játékban a Rákóczi Szövetség által Székesfehérvár táborozással székesfehérvári lehetőséget adó kapó fiatalok léphettek föl, táborozhattak városunkban, és láthattuk rajtuk azt az önfelett mosolyt, fehérvári diákokkal, fiatalokkal kiegészülve, amit érezhettek, hiszen napokon keresztül jól és otthon érezték magukat Székesfehérváron, ugyanúgy, mint számtalan településen. Ezt köszönhettük meg egymásnak, az ünnepetnek meg mit is kívánhatnánk, mint Isten éltesse sokáig a Rákóczi Szövetséget és ezt az eszmét. Az ünnepségen megerősítették, a Rákóczi Szövetség célja továbbra is a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint Rákóczi Ferenc szellemi örökségének népszerűsítése.